Az év strandétele, malacfülés, magyaros kürtös kalács az étlapon. Futballtábor, népszerű a Barca Akadémia Balatonszárszón. Kedvelt túrák, gyalog és kerékpáron is megismerhetik Fonyód nevezetességeit az érdeklődők. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Malacfülsaláta és magyaros töltött kürtös kalács, ez a két különlegesség lett az év strandétele. Előbbi a büfé, míg utóbbi a bisztró kategóriában lett abszolút győztes. Mindkét egység egyébként a Balaton déli partján található. A balatoni kör célja, hogy a hagyományos, megszokott strandételek mellett különlegességekkel is találkozzanak a turisták az étlapokon. Elkészült a magyaros jó étvágya. Süss egy sós kürtös kalácsot, töltsd meg friss salátával, csípős kolbásszal, töpörtyűvel, vékonyra szeletelt sonkával, önts nyakon pikáns paprikás szósszal és díszítsd friss koktél paradicsommal. Ilyen egyszerű a receptje a balatonboglári Bundi Bio bárja által megalkotott nagyon magyaros, sós, töltött kürtös kalácsnak, amely elnyerte az idei év strandétele címet. A lényeg, hogy hidegen kell tálalni. Nem meleg. És annak ellenére teljesen friss, meg teljesen jó, finom, jó íze van. A győztes büfé a mindig édesnek hit kürtös kalács műfaját forradalmasítja sós változatokkal. A magyaros mellett még ötféle töltelékkel lehet kérni. Az újdonság része az, ami a zsűrit megfogta. Minden évben gondolkodunk, hogy milyen újat tudunk nyújtani a vendégeinknek. Mi alapból 4 éve, amikor nyitottuk a kis büfénket, mert egy 12 négyzetméteres büféről beszélünk, mert akkor a bio vonalon szerettünk volna mindenképpen tevékenykedni. Ezt próbáltuk most is továbbvinni. A bisztró kategória győztese a malacfülsaláta lett, amelyet Zamárdiban készítenek. Tök magolaj, szója, lime, gyömbér, jó, megvan, saláta összekipozva, alapkirény. Sorolta a díjazott finomság hozzávalóit az üzletvezető. Azt mondta, üzletpolitikájuk a folyamatos megújulás. Az év strandétele versenyre is már többször beneveztek. Nagy kihívás, hogy újra megmérettessük magunkat, és idén a malacfülsalátára esett a választásunk. Ez Kumi Gergő séfnek volt az ötlete, neki ez az első szezonja a Tikibe, de nagyon jól elkapta a mi hullámunkat, tehát egyből egy hullámhosszon voltunk, ami az ételeket illeti, és egyből előrukkolt egy ilyen különleges alapanyaggal, mint a malacfül. Úgyhogy azért fontos ez a verseny, mert egy szinte feljebb emeli szerintem a balatoni vendéglátást. Idén tudom, hogy nagyon sokan neveztek be, izgalmas volt a verseny. Nagy izgalommal követtük, ugye, ahogy a Balatonkör végig járt, tették fel a fotókat, és szebbnél szebb ételek voltak, tehát szoros volt, megizasztottak minket ebbe az évben. A vegán túrógombóc ugyancsak lenyűgözte a zsűrit. Végső soron bár az ételt díjazzuk, de mindig az is fontos, hogy milyen a hely természetesen, mert végső soron egy helyet is ajánlunk a díjazással, de nem az az elsődleges fókusz, hanem az étel, mert a verseny fő célja a strandkínálatnak, a gasztrokínálatnak a megújítása és gazdagítása. A zsűri idén már két kategóriában díjazta a döntősöket, külön értékelték a legjobb vegán ételt is, amely az idén egy újra gondolt zöldfűszeres borsófőzelék lett. 3 napos lesz a bor és kenyér ünnepe Siófokon, idén is színes programokkal várják az érdeklődőket az államalapítás ünnepén. Augusztus 19-től zene, kultúra, koncertek, kézműves foglalkozások, sztárfellépők biztosítják a szórakozást és kikapcsolódást. Idén is kihirdetik a Siófokváros boradi nyertesét. 5 napos futballtáborban fejlődhetnek a gyerekek Balatonszárszón a Barca Akadémia Magyarország szervezésében. A kis tehetségek a rövid passzos játékot és a gyors labdaszerzést is elsajátíthatják a napközis táborban. Martin Nadal szakmai igazgató híradónknak elmondta, igazán sok a tehetséges fiatal Magyarországon, az akadémia pedig abban segít, hogy tovább fejlődhessenek a futballban. Edzői utasításoktól hangos ezen a héten a Balatonszárszói focipálya. A Barca Akadémia Magyarország először szervezett itt 5 napos tábort gyerekeknek. Nagyon tetszik nekem a tábor,
úgy érzem, hogy, hogy most teljesült a álmom, hogy a Barcelonában játszhatok, és nagyon szerintem már jól edzenek itt a emberek. A táborba szinte az egész országból érkeztek fiatal tehetségek. A gyerekek azt mondják, számos hasznos cselt, mozgást tanultak már az itteni edzéseken. Cselt, passzokat, mozgásokat, meg kapuralövéseket. A táborban profi edzők tartanak erőnléti edzéseket, és segítenek elsajátítani a Barcelona csapatában is bevált technikákat. Számukra a legfontosabb dolog az a barca stílus elhozata Magyarországra, sok rövid passzos játék, szélességi játék, és az, hogy a labdavesztés után gyors labdaszerzést, és ezt megtanítani a gyerekeknek, hogy hogyan lehet megvalósítani a futballpályán. A Barca Akadémia már 3 éve tevékenykedik hazánkban. A táboroknak köszönhetően számos fiatalnak segítettek már. The Barça Academy in Hungary started 3 years ago. First of all, say, 3 éve érkezett Magyarországra a Barça Akadémia. Először is el kell, hogy mondjam, hogy a Barça Akadémiának több mint 15 éves történelme van, és egy kis magyar csoport elhatározta, hogy elhozza Magyarországra az akadémiát. Mi nagyon jó kapcsolatban vagyunk a magyarokkal, az akadémián keresztül és a Barcelona csapatával is. Nagyon sok személyiség, fontos játékos volt már az akadémián, és jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk a magyarokkal. Már több mint 3 éve. Some players that have a lot of importance from your history, like Kubala, Coxis. A gyerekeknek hatalmas élmény, hogy kedvenc csapatuk a Barcelona mezébe bújhatnak. Természetesen a barca edzői tanulnak a magyaroktól, és fordítva. Mi azért vagyunk itt, hogy lehetőséget biztosítsunk a játékosoknak, hogy a barca csapat módszereit tanulhassák meg, spanyol környezetet teremtve. És ezzel esélyt adunk a játékosoknak itt Magyarországon, hogy megismerjék, megizleljék azt, ahogy az akadémián, az FC Barcelonában vagy a spanyol bajnokságban játszanának. És fontos, hogy azt is érezzék, milyen, ha barca játékosok lennének. To feel like a Barca players. Martin Nadal szakmai igazgató híradónknak elmondta, igazán sok a tehetséges fiatal Magyarországon, az akadémia pedig abban segít, hogy továbbfejlődhessenek a futballban. Harmadfokú hőségriasztást adott ki az országos tisztifőorvos, szombat éjfélig érvényes a legmagasabb szintű figyelmeztetés az egész országban. Müller Cecília felhívta a figyelmet, a magas hőmérséklet károsan befolyásolja egészségi állapotunkat. A hőség kiemelten veszélyes az idősekre, a gyermekekre és a fizikai munkát végzőkre. Aki csak teheti, tartózkodjon hűvös helyen a kánikula idején, elsősorban 11 és 15 óra között. Az autósok legyenek fokozottan óvatosak. Az országos tűzgyújtási tilalom miatt tilos tarlót égetni, erdőkben és 200 méteres környezetében nem szabad tüzet gyújtani. Elmarad a szombati Herbiz Balaton átevezés, a Magyar Kajakkenu Szövetség visszautalja a nevezési díjakat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a hétvégén folyamatosan hűvösebb levegő áramlik a térségbe, több napig tartó szeles időjárás lesz. Az észak-északnyugatira forduló szél megélénkül, 45 km/h lökések is előfordulhatnak. A Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonalú 8 kilométeres átevezést múlt szombaton tartották volna, de a vártnál erősebb zivatar tört ki a térségbe. Gyalog és biciklitúrákon ismerhetik meg Fonyód érdekességeit a város lakói és az itt nyaralók. Ezen a nyáron 4 alkalommal szerveznek rendhagyó helytörténeti programot a balatonparti településen. Az ingyenes sétákhoz bárki csatlakozhat. Egymást váltják a turisták a fonyódi szaploncai sétányon. Ez a város egyik legnépszerűbb helye a panoráma miatt. Dávidék Pécsről átutazóban keresték fel a látnivalót. Egyébként, hogy a Balaton miatt jöttünk, nagyon szép ez a sétány is. Én általában biciklizni szoktam járni a Balatonra, úgyhogy az egészet így körbe-körbe kasul. Fonyódon most vagyok másodszor. Ez a sétány is része a vezetett helytörténeti túráknak Fonyódon, ahol nem csak a város múltjával, hanem látványosságaival is megismerkedhetnek a résztvevők. Pál Mihály szobrászművész alkotása a Balatoni szél, és egy a balatoni szél által fodrozódó ruhát viselő fiatal lányt ábrázol. 4 alkalommal 4 különböző útvonalat járnak be az érdeklődők, helyiek és turisták egyaránt, akik a fonyódi fürdőélet indulásáról és a villasorok történetéről is hallhatnak.
5 főtől 40 főig igazándiból ezek a túrák működnek, és akkor A pontból elindulunk, és B pontig eljutunk, és én közben mesélek folyamatosan, tehát nem csak egy-egy állomáson mondom el arról az éppen aktuális helyszínről, hogy mit érdemes tudni, hanem folyamatosan, ahogy megyünk, rengeteg történet előkerül. Egy-egy helytörténeti séta 3-4 kilométer hosszú, és nem ritka, hogy Fonyód hegyeire 200 méter magasra is feljutnak a résztvevők, így egy könnyebb túra is a program. Az egészségfejlesztési iroda kérésére szándékosan olyan útvonalat állítottam össze, amit itt Fonyódon nem volt nehéz. Erdős terep legyen, sétány legyen, fák legyenek, emelkedő legyen. Idén még 2 séta, valamint egy kerékpáros helytörténeti túra lesz Fonyódon. Az ingyenes programokhoz bárki csatlakozhat. Akár milliós károkat is okozhatnak a nyitva felejtett kerti csapok a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT szerint. A DRV azt javasolja, mindenki figyeljen oda a nyitásra és zárásra, gondosan kell vízteleníteni, és nem szabad magára hagyni az automata öntözőrendszert sem. Egy rossz beállítás ugyanis óriásira tudja duzzasztani a vízszámlát. A vezeték hálózatot is érdemes havonta ellenőrizni. Lángba borult a balatonvilágosi magaspart. Tegnap délután 1 hektáron égett a száraz növényzet a sínek és a sétány közötti területen. Az oltási munkálatok idejére leállították a vonatokat az érintett szakaszon, mert a felső vezetéket feszültségmentesíteni kellett. A siófoki hivatásos tűzoltóknak több vízsugárral, valamint kéziszerszámokkal sikerült a tüzet megfékezni. 5 megsérültek, amikor egy kamion és autó ütközött Siófok közelében. A ráfutásos baleset az M7-es autópálya 104-es kilométerénél történt, közölte a Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, egy embert a mentőkkel közösen emeltek ki a járműből, a vezetőt és az utasokat kórházba szállították. Az év strandétele malacfül és magyaros kürtös kalács az étlapon. Futballtábor népszerű a Barca Akadémia Balatonszárszón. Kedvelt túrák, gyalog és kerékpáron is megismerhetik Fonyód nevezetességeit az érdeklődők. A megyével kapcsolatos friss videókat a Somogy TV Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján nézhetik meg. Holnap is marad a napos kánikulai idő, mindjárt jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Szép estét kívánok, viszontlátásra!